A tél beálltával az adventi készülődés és a karácsonyi időszakban sok nehézség merül fel azok életében, akik napi megélhetési problémákkal küzdenek. Ezért az MSZP Szerencsi Koordinációs Tanácsa és helyi alapszervezete a nőtagozattal közösen ruhagyűjtés szervezet, amelyhez a párt tiszaújvárosi tagsága is segítséget nyújtott. A szervezet tagjai és szimpatizánsai az összegyűjtött használt, azonban jó minőségű téli ruhaneműkkel segítette a rászorulóknak a szeretet ünnepére készülődve. A Magyar Szocialista Párt tiszaújvárosi szervezete, a nőtagozat, illetve a szociáltárs 13 éve gyűjt ruhákat, szervez akciókat. Ezekből a ruhákban nagyon sok helyre jutott már rászorulóknak. Az elmúlt években Kolontára, Devecserre, az Árvi sújtotta területekre, illetve az idén tavasszal, és most karácsony előtt Szerencse is jut ebből az összegyűjtött ruhából, illetve lábbelikből, könyvekből éppen, amit az adakozók behoztak. Én úgy gondolom, nagyon fontos, hogy segítsünk azokon az embereken, akik rászorulnak arra, hogy támogassuk őket. Tudjuk nagyon jó, hogy nagyon sok szegény ember él ma Magyarországon, nagyon sokan éheznek. Én úgy gondolom, hogy a következő akció az lesz, hogy megszervezzük, hogy élelmiszert is gyűjtsünk, és azokat az összegyűjtött élelmiszereket el tudjuk majd juttatni azoknak a rászorulóknak, akik éppen éheznek, vagy valamilyen szükségletük van. Az MSZP Szerencsi nőtagozatának az elnöke úgy véli, hogy ruhaneműkkel és egyéb felajánlásokkal igyekeznek enyhíteni a bajba jutott családok kilátástalan helyzetén. Mi minden éve megtartjuk ezt a ruhagyűjtést, most jelen pillanatban 2 hónapja folyamatosan. A tiszaújvárosi nőtagozatosok küldtek nekünk több mint 200 zsák ruhaneműt, amiben természetesen cipő, csizma, kabát, különféle fehérneműk, ruhaneműk, blúzok és stb. És egyebek. És mi nagyon hálásak vagyunk a tiszaújvárosi nőtagozatnak. És amennyiben még továbbra is ugyanígy fenntartjuk a kapcsolatot, bár a tiszaújvárosiak nagyon sok helyre köttek, de mi nagyon örülünk neki. Most is több mint 40-en vannak itt a másik helységben a ruhaválogatás következtében, amit természetesen a karácsony és a Mikulás jegyébe döntöttünk úgy, hogy ezt a ruhagyűjtést megszervezzük, és ha majd egy mód lesz rá, jövőre ugyanígy, akkor lehet, hogy húsvétra addig összegyűlik az a bizonyos mennyiség, amit majd szintén itt a rászorultaknak és más egyéb embereknek örömet szeretnénk vele keríteni. Köszönjük szépen az adományt, amiből mindenki, én úgy gondolom, hogy ki tudja venni a részét, és mindenki talál magának megfelelő mennyiségű ruhaneműt. A tiszaújvárosi pártagjai immár második alkalommal hozták el Szerencsre az összegyűjtött ruhaadományokat, ezzel is hozzájárulva az akció sikeréhez. 13 évvel gyűjtjük ezeket az adományokat, helyben közvetítjük is bútorokat és egyéb műszaki dolgokat, és különböző helyekre hordjuk 13 éve már ezeket az adományokat. Most Szerencsét választottuk már most második alkalommal, és mi nagyon szívesen hoztuk ezeket az adományokat, és reméljük, hogy jó helyre kerülnek, hisz már a másik teremben az emberek nyilatkoztak arról, hogy nagyon örülnek és köszönik. Hát mi kívánunk ehhez nagyon jó egészséget, és minden szépet, jót, és mivel már karácsonyig esetleg nem találkozunk, akkor nagyon boldog karácsony. És boldog új évet kívánok, és jó egészségben. Használják el ezeket az adományokat. Az MSZP Szerencsi Koordinációs Tanácsa és a párt nőtagozata egész évben az ünnepek és az iskolakezdés előtt ruhagyűjtés szervezett, mellyel sok szerencsi és környékbeli több gyermekes, hátrányos helyzetű szegény családoknak nyújtottak segítséget. Jövőre folytatják a munkájukat, hiszen a rászorultak száma folyamatosan emelkedik a városban és környékén.